Tucseket is ismerte személyesen? Csak látásból. Tucsek is. Na jó, azok közé, a bírák közé tartozott, akiket, hogy úgy mondjam, a Horthy rendszerből örököltünk meg, és ezek az emberek, én úgy gondolom, hogy éppen a múltjuk miatt zsarolhatók voltak, és ez is a magyarázata annak, hogy Tucsek olyan vérbíró volt, mint amilyen. Hát például a Tucsek fogalmazója volt a Tordján Józsi, ugye? Aztán állítólag ő idegösszeomlást kapott attól, amit ott átélt, mint jegyzőkönyvvezető és mint a tanácselnök mellé vezényelt igazságügyi ember, és aztán, ha igaz, akkor ő valami ideggondozóba vagy egy ilyen zárt intézetbe is sikerült neki elvonulnia, csak aztán az én legnagyobb csodálkozásomra egyszer csak a Budapesti Ügyügyi Kamara tagja lett, és ott folytathatta életpályáját. Ez valahogy meglehetősen szokatlan karrier volt abban az időben. Jó napot kívánok, és Krapszky Fruzsina vagyok, és Tordján József úrral szeretném. Heti Válasznak dolgozunk, most a vérbírókról készítünk egy anyagot, és az a kérdésem, hogy segítene nekünk abban, csak egy másodperc, csak hogy úgy hallottuk, hogy ön a Tucseknél volt fogalmazva, amennyit erről el akar mondani, vagy hajlandó elmondani.